Télen nem minden madár vonul melegebb tájakra, számos faj itthon marad. Magyarország környezetállapota ma még lehetővé teszi, hogy a madarak emberi segítség nélkül is átvészeljék a telet, de az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek a környéken élő madaraknak. Az etetési szezon a téli hideggel kezdődik, ami eltart egészen a tavaszi fagyok végéig. Madáretetőt szinte bármiből lehet készíteni, elég akár egy régi tálca, műanyag palack, teljes vagy konzervdoboz. Az etetőket lehetőleg olyan helyen érdemes elhelyezni, ahol a madarak nyugodtan, de könnyen megközelíthetően tudják azt használni. Egészen addig, amíg találnak természetben táplálékot, addig etethetjük őket ugyan, de igazából nem szorulnak rá ezek a madarak. A természetben nagyon jól megtalálják azokat, még a rovartáplálékot is, de hát magokat, bogyókat mindenféleképpen még megtalálják ezek a madarak, elsősorban rigók és színege csapatok, amikkel mondjuk akár a ligetekben is találkozhatunk, és később majd aztán az etetőkre jönnek. Hogyha leesett a hó, vagy tartósan 0 fok alatt van a hőmérséklet, akkor érdemes az etetőket valóban alaposan feltölteni, és napi rendszerességgel ellenőrizni, hogy mindig legyen élelem. Ilyenkor keresik majd fel a madarak az etetőket, napraforgóval, sómentes és mindenféle fűszermentes állati zsiradékkal lehet etetni ezeket a madarakat. Itt a napraforgó, meg ez a legjobb eleség madarak számára, és akkor ezt így ide belakjuk, és jönnek a madarak. A legjobb eleség a napraforgó mag, de emellett gyümölcsökkel, apró darabokra vágott húsokkal, vagy állati zsiradékokkal is táplálhatjuk a madarakat. Nem szabad nekik kenyeret, kenyérmorzsát adni, mert ez több napig, hétig is itt maradhat elfogyasztatlanul, és eközben erjedésnek indulva gyomor és bélgyulladást, akár a madarak pusztulását is okozhatják. December 17-én rendezik meg a Madár Karácsony elnevezésű programot a Békés Csabai Széchenyi ligetben. Ezzel az eseménnyel nyitják meg szimbolikusan a madáretetési szezont. Ilyenkor bárki elviheti a kézzel készített madáretetőket és az eledeleket.